Csodálatosan szép napot kívánok mindenkinek, elérkeztünk egy következő videóhoz, és ahogy látjátok, végre egy olyan körmes videó, ahol tudom használni a gyakorló kezemet. Ahogy látjátok, már elő van készítve, és azt a tippet fogom hozzá használni, amit vele kaptam. Nem a legjobb döntés, és ide majd egy kis segítséget is szeretnék kérni tőletek, viszont ezt egy kicsit később. Természetesen műköröm ragasztóval fogom feltenni a tippeket, ahogy láthatjátok is már a képernyőn. Arra gondoltam, hogy amikor gyakorlókezet fogok használni, akkor meg fogom hagyni mindig a tippeknek a teljes hosszát, ugyanis a hosszú körmöket a legnehezebb megcsinálni, és ezen a téren biztosan szükségem van még gyakorlásra, úgyhogy valóban gyakorolni fogunk. Ezen kívül pedig szeretném, hogyha a mintáknak minél több helye lenne, úgyhogy a legtöbbször meg fogjuk hagyni a teljes hosszukat, viszont ha szeretnétek kifejezetten rövid dizájnokat látni, akkor azt írjátok meg a komment részlegbe, és azt is meg tudjuk csinálni. Ahogy látjátok, csiszológéppel elkezdem összedolgozni a tippet az igazi körömmel, ami ebben az esetben természetesen nem igazi köröm, de a lényeget értitek. Mondtátok már többször, hogy szeretitek nézni igazi időben ezeket a körmös videókat, úgyhogy most megpróbálkozunk azzal, hogy majdnem az egész teljes időben lesz, és várom a visszajelzéseteket, hogy a következő még jobb tudjon lenni. Miután az összes tippet összedolgoztam, jöhet egy kis reszelés, ugyanis egy kicsit látszik, ahol oda lett illesztve, úgyhogy azt mindenképpen szeretném onnan eltávolítani. És amit elfelejtettem mondani, hogy a hüvelykujjat azt ki fogjuk hagyni, ugyanis sokkal egyszerűbb és láthatóbb, hogyha csak a négy ujjon dolgozok. Miután végeztem az oldalakkal, egy ollóval fogom levágni a tippeknek a sarkát, ugyanis egy szűkített kocka per balerina formát szeretnék csinálni. És sokkal egyszerűbb, hogyha a nagyját levágom ollóval, és utána csak tökéletesíteni kell egy reszelővel. Megpróbálom teljesen egyformára reszelni mind a két oldalt, ami valamiért sokkal nehezebb feladatnak bizonyult, mint ahogy eredetileg elképzeltem, de a végére szerintem elég jóra sikerült, de nagyon megszenvedtem vele, teljesen indokolatlanul.
És itt jön az a rész, ahol szeretnék tőletek egy kis segítséget kérni, ugyanis a következő klipben látni fogjátok, hogy valószínűleg magának a gyakorló kéznek a formája miatt, illetve a köröm állása miatt nagyon karvaj alakú lett maga a köröm, és sokkal jobban szeretném, hogyha egyenes lenne, viszont nem feltétlen szeretnék minden alkalommal sablonnal körmöt építeni, úgyhogy ha bárkinek van olyan tipp ajánlása, ami teljesen egyenes, és egy pici görbület sincsen benne, azt nagyon megköszönném, hogyha a komment részlegben leírnátok. Ezután egy cleanserrel áttörlöm az egész körmöt, illetve a kezet is, hogy eltávolítsam az összes port róla, és ez egyébként egy előkészítő folyadék is, ami nyilván a gyakorlókéz esetében nem számít, de igazi embernél igen. Vettem új porcelánporokat, és ezeket szerettem volna kipróbálni. A képernyőn láthatjátok a számukat is. Minden alkalommal Brill Bird likvidet használok, az a kedvencem. És ahogy látjátok, swatcholtam is nektek a porokat, viszont úgy is látni fogjátok a körmen is. Mivel ezek a körmek nem lesznek használatban, így csak a díszítéssel fogunk foglalkozni, nem feltétlen kell igazán építeni őket. Ahogy látjátok, elkezdtem felvinni a színt a kisujjra, és őszintén megmondom, hogy nem tudom, hogy mennyire szeretnétek, hogy magyarázzak nektek közbe. Többször elmondtam már nektek, hogy van műkörmös végzettségem, viszont nem dolgozom a szakmában, nem is dolgoztam, és habár szerintem nem vagyok béna, nem vagyok napra kész, abban biztosak lehettek, úgyhogy tanítani ezekkel a videókkal nem feltétlen szeretnék, de azt el tudom mondani, hogy én mit, hogy szoktam csinálni. Úgyhogy szeretném, hogyha a komment részlegben egy kicsit segítenétek, hogy elmondjam-e, hogy mit miért csinálok, vagy csak nézni szeretnétek, ahogy csinálom. A gyűrűs ujjra egy körömágy hosszabbító színt vittem fel, ami egy Brill Bird-ös szín, és őszintén megmondom, hogy utólag nem ezt a színt vinném fel, vagy valamit kevernék bele, hogy egy kicsit sötétebb legyen, ugyanis végeredményben túl babás színt kaptam, ami nem megy olyan jól szerintem magához, ehhez az őszi témához, és ahhoz az őszi feelinghez, amit szerettem volna elérni, viszont kicsit későn jöttem rá, úgyhogy marad a köröm egy hosszabbító szín. Egy nagyon picit elkezdtem egyébként a köröm végére több anyagot tenni, ugyanis alulról szerettem volna kireszelni, hogy egy kicsit talán fentebb tudjam hozni a hegyét, ami egyébként sikerült is, viszont még így sem tökéletes.
Ahogy látjátok, annyira beleéltem magam a dologba, és elvesztem a folyamatban, hogy nem figyeltem, hogy kilóg az új a képből. Szerintem egyébként eddig ez a legjobb beállítás, és ebből lehetnek elég jó videók, viszont egy kicsit jobban oda kell figyelnem. Stress, though they're waiting, I keep them waiting. Makeup on fleek, high heels, ripped jeans, they're all waiting. I'm on my way, yeah. Looking in the mirror at myself like, who that? Swag on a thousand and my girls got my back. We just won the party, call me tequila shawty. We just won the party, yeah, yeah. You can bring your friends, we won't mind it. We just came to dance and go all night long. The look in your eyes, you can't hide it. Ooh, baby, I know I turn you on. You can bring your friends, we won't mind it. We just came to dance and go all night long. The look in your eyes, you can't hide it. Ooh, baby, I know I turn you on. Miután készen vagyok a színek felvételével, így néznek ki a körmök. Szerintem nagyon jó őszi színeket sikerült választani, viszont ezután jön egy átlátszó porcelánpor, ahogy láthatjátok, perfekt nézes porcelánport használok, és ez a Salon Clear. Nem tudom miért, de elképesztően tetszik ez a porcelánpor, úgyhogy mostanában ezt szoktam használni, hogyha átlátszóra van szükségem. És ahogy látjátok, ecsetet váltottam, ugyanis vettem új ecseteket, és szeretném egy kicsit jobban érezni őket, úgyhogy most pont ezt gyakorlom. Azt hiszem, hogy ez egy 16-os méret, ami egy kifejezetten nagy ecset, viszont sokszor úgy érzem, hogy kényelmesebb lenne egy nagyobb ecsetet használni, de még nagyon nem áll a kezemre, úgyhogy ezt a videót arra is használtam, hogy egy kicsit tudjak ténylegesen gyakorolni. És ha jól emlékszem, akkor azt még nem mondtam, hogy egy réteg átlátszót fogok felvinni a körmökre, azért, hogy magát a színt védjük, illetve, hogy egy kis struktúrát adjak a körmöknek.
quiero, pues dímelo a mí, que no hago daño. Baby, cuando te vi con tu falda, no exagero, me quería morir. Yo sé que estoy loco por ti.
Miután ezzel kész vagyunk, így néznek ki a körmök, és ahogy látjátok, csiszológéppel fogom megformázni őket. Nem szeretnék igazán anyagot eltávolítani, ténylegesen csak a formázásra koncentrálok. Azt nem mondtam, hogy formázással csak a köröm felszínére, az oldalakat és a köröm végét reszelővel fogom formázni. Bye.
Miután ezzel kész vagyok, megfordítom a kezet, és idézőjelbe a vendég nézőpontjából is megreszelem a körmöket, hogy teljesen egyenesek legyenek. Ezután pedig egy bufferrel átmegyek az egész felületen, ha jól tudom, akkor ez 180-as buffer talán. És képzeljétek el, hogy találtam egy tökéletes matt géllakkot Amazonon, hogyha jól emlékszem rá. Egyszer próbáltam ki, és fantasztikus, úgyhogy megvan az új kedvencem, úgy néz ki, hogy megoldódott a matt fedőzselé problémám. Ha jól látom, akkor ezt nem mutattam, de természetesen megmostam a kezet, és ezután fogom felvinni a matt topkótot. Azt szeretném, hogyha a forma, amit a reszelés során kialakítottunk, tökéletesen megmaradna, úgyhogy egyesével viszem fel az ujjakra a matt fedőzselét, és ahogy látjátok, azt a kis UV per LED lámpát, amit nemrég rendeltem Amazonról, használom minden új után villámköttetésre. Majd természetesen mehet lámpába teljes kör köttetésre, ha jól emlékszem, akkor én a biztonság kedvéért 2 percre raktam be. És ezután jöhet a legizgibb rész, a gyűrűs új díszítése, amit hogyha követtek Instán, akkor biztos láttátok már, hogy őszi leveleket terveztem. Ugyanazokat a színeket fogom használni a díszítéshez, amiket az alaphoz használtam. Egy levelet megmutatok nektek valós időben, utána viszont egy kicsit be fogjuk gyorsítani, ugyanis porcelánpor kötése miatt ez nem egy igazán gyors folyamat. Viszont az is igaz, hogy amíg a porcelánpor megkötött, bőven volt időm formázgatni a leveleket, úgyhogy nem kellett kapkodnom. We just came to dance and go all night long. The
cause you can't hide it. Ooh, baby, I know I turn you on. You can bring your friends, we won't mind it. We just came to dance and go all night long. The look in your eyes, you can't hide it. Ooh, baby, I know I turn you on. When my friends pull around and they got the top down on our way, yeah, we're on our way, hey. Turn that music up, you know we don't give a what. On our way, yeah, we're on our way, yeah. Pull up to the party like my name is the life. Tension so thick, you could cut with a knife. Ask me how I do that, been fly since way back. Ask me how I do that, yeah, 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 yeah. You can bring your friends, we won't mind it. We just came to dance and go all night long. The look in your eyes, you can't hide it. Ooh, baby, I know I turn you on. You can bring your friends, we won't mind it. We just came to dance and go all night long. The look in your eyes, you can't hide it. Ooh, baby, I know I turn you on. You can bring your friends, we won't mind it. We just came to dance and go all night. Stop for nothing. Put your hands to the sky if you catching a vibe. We ain't gonna stop for nothing. Yeah, you can bring your friends, we won't mind it. You can bring, we just came to dance and go all night long. The look in your eyes, you can't hide it. You can't hide. Ooh, it, baby, no. I know I turn you. Quiero, pues dímelo a mí, que no hago daño. Baby, cuando te vi con tu falda, no exagero, me quería morir. Yo sé que estoy loco por ti. Miután a levelekkel megvagyok, jöhet egy másik fajta levél, amit zölddel szeretnék megcsinálni, és így utólag egyébként, ahogy nézem a körmöt, lehetett volna egy kicsit sűrűbb, szerintem még jobban nézett volna ki, hogyha egy kicsit talán több levelet teszek rá. Todo el mundo se desmaya.
espanto mosca, te invito mi papaya. És miután a két zöld levéllel is megvagyok, jöhet a sárga leveleknek a szára, illetve szeretnék barnával egy kicsit árnyékolni, hogy egy kicsit élethűbbnek tűnjön az egész. És miután az árnyékolással is megvagyok, kiöntök egy kis cleansert, kimosom teljesen az ecsetemet, és cleanseres ecsettel átmegyek a körömnek a felszínén, ugyanis a liquid tud maga után hagyni egy olajos kis fényt, amit szeretnék letisztítani, hogy a köröm teljesen visszamattuljon. És ha ezzel is kész vagyok, akkor elkészült a végleges köröm, ami így néz ki. Remélem, hogy tetszik az első gyakorlókezes videó, én nagyon élveztem megcsinálni, hogyha bármi ötletetek van, hogy milyen körmöt szeretnétek látni tőlem, akkor azt küldjétek el nekem Instán privát üzenetbe, illetve készüljetek fel, mert Halloweenra már be vannak tárazva a videó ötletek. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, a következő videómban találkozunk, sziasztok!